Egy hatalmas gépeket tároló csarnok adott helyet a konferenciának az East West Intermodális Logisztikai Központban. Olyan elvek alapján épült a terminál, amely a legmodernebb kívánalmaknak is megfelel. A tanácskozást a szervező vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára nyitotta meg. A logisztika az ellátási lánc elengedhetetlen eleme, ezért különösen fontos, hogy innovatív, korszerű és gyors legyen. Ez a rendezvény ehhez kíván hozzájárulni. A fenntartható működés alapvető érdeke a vállalkozásoknak. Az EVG nagyon jó példája ennek a szemléletnek, ezért is nem véletlen, hogy ők a házigazdája mai konferenciának. A tanácskozáson felszólalt Szabó Tünde is. Az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztésért felelős kormánybiztos azt mondta, a terminál közelében egy ipari park kialakítása is terve van véve. Egy 5 éves cél keretében elindult egy újabb tervezett jövőkép megvalósítása. Ennek alapján idén ünnepélyesen aláírásra került, azaz East West Gate ZRT, a Döge, Komoró, Fényes Litke önkormányzata között egy stratégiai megállapodás, amely által egy olyan ipari park jöhetett létre és fog jönni létre a térségben, amely képes lesz a környéket és a régiót is kiszolgálni, lehetőséget adva akár ukrán vállalkozásoknak is, készen a termék feldolgozásukra és a raktározásukra. A házigazda központ vezérigazgatója a tervezett ipari parkról azt mondta, annak kialakítása során is előtérbe kerülnek környezetvédelmi szempontok. Az ipari park fejlesztés, amiről egyébként már a sajtóbejelentés megjelent, és a kormánybiztos asszony is említette, hogy az a 4-500 hektáros tervezett ipari park, ami koncepciójában is teljesen eltérő, hiszen a meglévő zöld faállományhoz igazítjuk a terveket és a koncepciót annak érdekében, hogy azt a 30 évet, amíg egy fa lesz, megnyerjük, és ami élő zöld van, azt a lehetőségekhez képest felhasználjuk. A tanácskozáson szó esett emellett olyan jó gyakorlatokról, amelyeket a vármegyei vállalkozások is hasznosíthatnak saját működésük során.